Sziasztok, Csészélak vagyok, ez pedig itt a Subnautica Below Zero. Még mielőtt belevágnánk, kérlek szépen iratkozz fel, hogyha még eddig nem tetted, hogy ne maradj le a folytatásra, illetve más sorozatokról se. Köszönöm szépen. Hát az előző részben megcsináltuk a száraz dokkot, illetve a lépegetőnket, ennyit sikerült. Közben elindulok, átszíneztük nagyon szépen a hajunkat, gyönyörű, szép, zöldes, kékes, mindenféle színben pompázik most már a hajunk. Na, közben elindulok, és akkor mondom, hogy mi újság van. Kaptunk feladatot a robot hölgytől, és bocsi, és ugye ott a jobb felső sarokban látjátok is, most nem ott van a kamerám, hogy kellene csinálnunk egy a radarhoz egy kikapcsoló berendezést, vagy legalábbis egy ilyen felülíró berendezést, és ahhoz kellene egy kis rudak. Ezeket a rudakat hajóban lehet megtalálni. Most eléggé problémával voltam az előző részben, bolyongtam az egyik hajóban, és nem jártam sikerrel. És mondtam is, hogy tuti, hogy elmentem mellette a dolognak, amit akartam, vagy amit meg kellett volna keresni. Hát most bejeladóztam őket, be vannak állítva, hogy tudjam, hova kell menni. Illetve belenéztem egy kicsit a hajóba jobban, eltöltöttem benne egy kicsit több időt. Hát természetes, hogy simán elmentem mellette a dolognak, ahogy is mondtam. Amilyen béna vagyok, nagyon szépen sikerült elszaladnom mellettük, úgyhogy most bemegyünk és megnézzük őket, plusz ugye eddig régebbi részben voltam egy hajóban, az előző részben egy másikba, és van még egy harmadik is, tehát három hajóroncs van. Három hajóroncsból Mamma mia, szóval most pont a legnagyobbhoz jöttem. Azt hiszem, ez pont a legnagyobb. Na, ezt viszont megmutatom, hogy ebbe bolyongtam azt hiszem az előző részben. Megmutatom, hogy mit rontottam el, hol kellett volna bemenni. Nem, ez a régebbi hajóroncs. Na, akkor kezdünk ezzel, megmutatom. Hogy itt voltam már egyszer, csak akkor még ugye nem ezt kerestük, ezeket a kis rudakat, és természetesen ugye el is szaladtam mellette. Itt is van az egyik. Ötös. Helyett minnes. Na, ez a lézervágó. Ilyen rudakat kellene fölvennem, de nem bírok ezt nem bírom fölvenni. Jó, akkor tehát ezt nem. A másik pedig... Jóha, mert valahol itt találtam meg. Hát, ahogy bejöttem, itt is van. Jó, akkor tehát az ott bemutatta, hogy ott a rúd, tehát arra van használva. És olyat kell fölvenni, de az nem fölvehető volt, az nem kivágható, ez kivágható, tehát itt van egy. És minden hajóban lesz egy darab belőle. Igen, és hogy veszem föl? Jaj, beszkennelni kell csak. Oh, oké. Akkor azt is be tudom szkennelni, jó. Jó. Igen, itt föl. Ott egy csatorna, de nem az kell nekünk, hanem itt akarok kijutni. Itt is van. Így még kettő. Jó, és akkor van még egy harmadik, az pedig... hogy jöttem be? Ott jöttem be. Az pedig akkor visszamegyünk ahhoz a hajóroncshoz. Próbálok, amelyik... az előző részben bolyongtunk, és akkor ott megmutatom, hogy mit rontottam el, mi mellett mentem el. Jó, tehát ez megvan. Hajó 1-es. Az. Beizítom a dolgokat. Nem töltöttem fel. Na mindegy, tele vagyok energiacellával egyébként. Hoztam vagy 5 vagy 6 energiacellát feltöltve.
Illetve javítani is kell majd a hajót. Eléggé lestrapálták ezek a cápák, megharabdáltak egy kicsit. Illetve fölvettem az irányító szovát, közben még itt keresgettem ezeket a hajó poncsokat. Felvettem az irányító szobának a tervrajzát, egy kis dobozkába volt egy kis lemez, azt kellett kikapni. Igen, itt... itt jöttem be, de nekünk nem ez a hely kell most, hanem erre visszább oldalt volt egy oldalsó bejárat is. Ne menjek mellette, mert a hajó egy kicsit gyorsabb, mint én. Szóval... Ibarrébb van. A jó vége. Ó! Oh. Ó! Oh. Nem találom meg itt a dolgokat. Kukucs? Nem. Nem kukucs. Anyámat. Nesze. Tál egy kis löketet. Kiszállok én. Ne izéljen már, basztas, nem ezt tartanám. Lépjék innen. Jó, vissza. Van egy oldalsó bejárat. Még arrébb lett volna. Jaj, jaj. Ott cápa kerget. Csak rémeket hallok. Na mindegy, bemegyünk ott. Nem találom most ezt az oldalsó bejáratot. Lehet, hogy csik irányba lenne. Na mindegy, gyorsan bemegyünk. Megnézzük. Akkor ebből az irányból. Azt mondja, hogy van itt belül egy bejárat. Igen, tehát igen, egy kicsit oldalén töltök. Jó, itt van lent az a rész. Na, ezt az ajtót nem találtam meg. Csak irányba kellett volna menni. Szóval itt van az a rész, itt, ott van a doboz. Azt kéne kivágni, és ugye ott lehet bejutni, ott. Nem találtam meg az előző részben, úgyhogy, hopp, egy ajtóval arrébb. Igen, itt bejövünk, és itt olyan ügyes voltam, hogy addig kergetőztem itt, még ezt az ajtót, ezt. Ezt nem vágtam ki. Basszus, nem ez. Ezt az ajtót nem vágtam ki. Hát, hogy ide jöttem akkor is, és nem bírtam, tehát rossz eszközt vettem elő, és nem adta be nekem a vágást. Ez maradt el az előző részben. Ezt kellett kivágni, és itt van a kis csatorna bejutás. Vannak is itt dobozok. Vannak üres belső. Igen. Ezeket nem tudom beszkennelni. Ezeket nem beszkenneltem. Benned mi van? Oh, nem vágnám. Éppen örülnék neki. Üres. De jó, te aranyos. Na jó van, gyerünk, mert elfogy az oxigénünk. Szóval itt. És itt vagyunk. Végre bejutottunk oda, ahova szerettünk volna bejutni. Ugye amott föl tudtunk venni akkor kettőt, itt föl tudjuk venni a harmadikat, és még a harmadik hajóban is van egyébként egy. Tehát ha mind a három roncsot megnéz az ember, mindegyik betalál egyet-egyet. Úgyhogy így megoldható ez az eszköz.
Hát nem gondoltam, hogy két rész lesz belőle, mire megcsinálom. Juhé, párhuzamos feldolgozó egység. Ne dobd el, bazd meg, hanem vedd föl. Jóta. Köszi. Nukleáris hulladék ártalmatlanítása. Így palat vannak itten, hallod? Olyan... És van még valami... Egy részvezetéket is fölveszünk. Jó. Ennyi. Ez lett volna. A feladatunk... Oké, kimenni. Akvárium. Jaj, eltévedtem. Hol mentem ki? Ám, tök mindegy, itt is ki fog menni. Na, itt ez az oldalsó bejárat. Ezt kerestem, ezt a bejáratot. Lajó. Á, rossz irányba kerültem meg. Jó van, értem. Értem. Jó, rossz irányba kerültem, nem arra kellett volna kerülni a roncsot, hanem emelről. Na, megvan a három alkatrész. Le tudom gyártani. Csak az a kérdés, hogy... becsücsülünk, megnézzük, mi kell hozzá, mert... ez mind szép és jó, hogy megvan. Párhuzamos feldolgozó egység, ez az. Arany, ezüst és táblakuralminta. És aranyból vagyunk gázba. Basszus. Ez is töm táblakorral, mintám rengetegen van, aranyommal van, egy arany kell hozzá. Na, lép már ki. Jó, irány haza. Jó, hajó. Hajó, bázis. Nesze. Kapott egy. Löketet. Még elég lassúak vagyunk. Itt van még egy hajóroncs. Ja, ott van a harmadik. Na. Elsőbb is 10 perc alatt megcsináltam. Itt szórakoztam vele. Igen, ez volt a másik hajóroncs. Igen, ebbe voltunk bent az előbb. A harmadik hajóroncs, az pedig a attól jöttünk el, az meg arra van. Nem, innen 500, észak-kelet irány, 500 méter. Irányító szoba. Na, az nagyon jó lesz az irányító szoba, mert abban látom, hogy áll a struktúrális pontja a bázisnak, mennyire vagyok elszállva vele. Illetve a szkennert lehet belövöm aranynak, hogyha nem találok aranyat többet, csak egy kell hozzá. Ücsém, bazzik, meg kell kerülnöm a hegyet. Illetve, hogy az előző részben ki lett próbálva a száraz dokk, feltölti ezt a hajót. Javítani nem javítja meg, sajnos. Vagy még legalábbis azt nem tudja, hogy hogy kell javítani. Illetve ugye magát a kis lépegetőt is megépítettük, azt is fölraktuk oda az állványra. Az is feltölti. És ugye azzal lehet mélységbe mászkálni, és ha megcsinálom neki a fúró karját, akkor elvileg le tudom vinni olyan helyekre, ahol bányászni lehet. És ott tudna nekem bányászni érceket, egy kicsit nagyobb mennyiséget, illetve nem néztem meg mekkora tárolója. De fejlesztésekben biztos, hogy fejleszthető neki nagyon sok mindene, úgyhogy alakul a csom. Visszaértem. Jöttem. Oké, itt jók is leszünk a száraz dokkunk alatt. Kaját azt kiszedem a tárolóban, ott meg tudok látni. És ezt szükség.
Egyem legyen. Jó, egy a cellát, azt kiviszem, kicserélem benne. Olyan van itt, itt van még energia. Jó. Így, és a 100%-os, azt nem is kell cserélni. Jó. Mit akartam megjavítani? Na most kell az ötös gombra. Ó, sokkal jobb lett ez a sötét szín, lehet látni rajta most már a javítás százalékot. Ha! Teljesen jó lett ez a kék szín. Na nézzük. Aranyat találok-e még valamelyik tárolomban? Nincs. De sincs. Ajjaj, ezzel leszek gondba. Elfogyott az arany. Na, akkor az gyors vadászunk egy aranyat. Azért kapjátok itt. Egy cella befér, a többi nem. Jó, itt töltődjetek. Meg ide bementek, meg te is. Meg te is. Jó. Hopp, az már üres. Vészervágom. Oké, azt mondja, hogy nem arany, hanem galvanit kinövés. Abba kell aranyat keressek, és mehetünk is. Mehetünk is, mindjárt bedobja. Annyit meg csak, hogy ne zavarjon be ez a sok cuccos, hogy kikapcsolgatom, terszállító marad. Ezt most már kinyomom, jeladó, jeladó, jeladó. Bázis megmarad. Mi van itt? A jó három nem kell. Bázis. Rengeteg építész, utcok, kémpingvén nem is elmaradt. Akarjunkba is kéne hozni halakat most már. Jó, Igen. Energiacell ellen. 4-es R betű. Arra. Gyorsan vadászunk egy kis aranyat. Legalábbis, hogy adni fognak. Valami barlang lesz. Meg kell menni ahhoz a füstölgő kéményes területhez. Az anyját mennyi galvanit kinövés, majd itt alattam, de nem tám a lejárat. Ahogy jutok le. Hello, drága! Nem hozol nekem egy kis aranyat? Most arra volna szükségem. Jó, erre is lesz. Oké. Okay. Nagyon picike. Nagyon össze van szedve kicsire.
Hol a túróba lehet oda lenni? Mondom, hogy semmiféle irányt nem mutat nekünk a szkenner, csak ilyen nagyjából dolgokat. Hát ebben nem férek be. Eszközöm. Most erre van szükségem, másment. Valamint itt kinevés, ez jön nekem. Itt is van. Basz meg anyádat, csak rám robbant egy szutyok. Föl is vettem egy aranyat. Nagyon jó. Ez gyors volt. Nézd. Most már itt vagyok, akkor várat veszek föl belőle, de... hogy az voltam. Ez is lehet, hogy az volt. Most nem. Ó, tökéletes. Tökéletes olajon. Ott is van. Na, egyszer megtalálom, akkor van annyi, hogy... tetlen. Jó, menjünk vissza. Igen, csücs. Fordulj és kifelé. Jó, na, akkor gyorsan. Megkerestük. Annyi idő volt, míg összeszedtem a három alkatrészt. Aranyat találni. Az is. Aztán el kell vinni ahhoz a toronyhoz, nem is tudom, mi volt a neve. Blung, blung, blung.
Jó, aranyunk megvan, azt mondja, hogy kell még ezüst. Mondom, ez ezüst. Igen. Ura. Itt van, párhuzamos feldolgozó egység. Megvan. Igen, azt mondja, hogy kell egy vízvezeték. Illetve mi az? Ólom, bítő. Ólom. És ezt hol kell készíteni? Itt van. Teszt felülíró modul. Szuper. Mindegy, aranyat most bedobáljuk. És semmi. Itt visszarakom. Ah, itt van helye. Elemcsere. És feltöltődtetek. Nagyon jó. Ja, ezt akartam kikapcsolni. Köszi. Nagyon jó voltál. Jó. Tehát akkor megvan, amit akartam csinálni. Most már az a lényeg. Ezt el kell vinni ahhoz a toronyhoz. Delta dokkoló állomás lesz. Robotika részleg, nem? De hát a dokkoló állomás lesz az. Igen, oda kell elvinni. Jó, eszünk még kicsit, hogy írjuk szel. Lutty. Ez is. Ja, dél-kelet delta dokkolállomás. Ez lesz az 400 méter. Jó. Oké, most azt a radart kell átütnünk, megzavarnunk, iktatnunk, nem tudom mit csinálni vele, ami volt a völgynek a kérése, és utána fog nekünk segíteni, hogy szemet hol találjuk, hogy itt talán vele. Na, ezt akartam mondani, ezt a kéményet. Dél-dél-kelet irányba, itt kell szétnézni nyersanyagé egyébként. Itt nagyon sok van. Oda kell feljutnom. Még vannak ezek a hűvirágok. Nem tudom, jó fele jövök-e egyáltalán. Itt ugrott a nyakunkba a robotnő, úgyhogy elvileg jó fele jövök. Vagy nem.
Ah, itt szkenneltünk be nagyon sok mindent, és ide föl kell jönni. Ja, na, csak megvan ez. Nincs elveszve. Hol a lépcső? Szevasz. Vagyunk, mert mi akar fogyni. És vissza a terminálhoz. Engedj már le. Aztán meg magammal. Ugye csak, melegíts már föl. Köszi. Ügyes. Köszi. Én. Vissza a terminálhoz. Tesztüzemmód. Ezt megteszik, kérlek, működj. Yes. Satellite is down. Ő volt kiiktatva. I am impressed. Le vagyok nyűgözve. Ez nagyon hasznos volt. Jó, igen, és akkor most mehetünk vissza, ennyi volt. Hát itt leszkendelgetünk mindent. All right, Altair. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. De hogy sure. Nem, majd ide engedsz a picsonán zsúfolt. If you have time for me in your busy social calendar. Innen 1 kilométerre van. Egy hegy tetején. Oké, okay. Szuper. Hőforrás tölti a... Ez is tölti a hőt. Jaj, anyám! Basszus! Ezt megúsztam. Jaj. Ott. Vágos volt a múltkor ez a... Egy kilométer egy hegy tetején az. Egyfelé. Óra. Van egy hegy. Jelenki pozíciót áll. 1 kilométer egy hegyen. Oké. Ez teljesen egyértelmű koordináta volt, amit mondott. Észszerű. Hú, megcsináltuk. Na jó, szuper. Ez jó. Ez a szikrázó szutyok. Még csak 300 méter. De már voltam egy párszor. Mindegy, elindulunk erre, megnézzük ezt az irányt.
Ennek már hegy, csak a probléma, nem tudok fölmenni rajta. Mert kell egy lankásabb rész, ahol föl is lehet menni. Sötét van. Ó, szegény kicsit megkerült. Micsoda halakat csapok én itt elközve. Ne fagyassz, mert megeszlek. Igen, igen, és ez a luk. A luk se jó. Lankásabb rész, ahol föl lehet sétálni, úgyhogy tovább erre. Tehát a dokkoló állást ez. Persze a hóvihar dúl kint, biztos ne lássak semmit. Nem látok följárót, semmiféle ilyen. Itt táblák. Lápák, azok már jó. Ez aztán most már hegy. Kicsit pontosabb koordinátát is adhatott volna. Az 1000 méter. Egy is van, de... villámcsapás is. Húha.
Hiányolok a cápákat. Általában mindig, ha valami területnél én tovább jutok, akkor ott mindig cápákkal van tele tűzdelve. Szerintem túlmentem rajta. Na, megint a legvégét nem tudom megcsinálni. A hölgyet ezt nem egyszerű megtalálni sosem. De mindig szenvedek, mire megtalálom. Van egy sziget. Nagyjából távolságra is jó lenne pedig. Kukucs, kukucs! Ez nagyon gyanúsan. Nagyon gyorsan az a... Anyám borogas! Húzol innen! Egy tetőt mondott. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. A növény semmi nincsen, segítene nekünk. Hát nem volt elég mély víz, hogy megmelegedjek. Kiugrott a cápa a vízből. Nem az. Legalább fél melegettem. Egy tetőn vagyok. Tessék. Ez nem az a hegytető, amire ő mond. Ő beszélt? Nem mondott, hogy találtam egy izét. Hihetetlen. Jó. Utás! Tedd azt a szart! Hussá! Észszel! Én is imádkozok, én is imádkozok! Összeírjek! Ez nem az. Majdnem jó, de nem az.
Jó, ott van még időnk. Keresgetünk. Semmi póznak kijelölés vagy valamit. Kerestem volna, ami... Hello, Bálna. Nem megyek neked. Busszál csak tovább. Még ez a hegy is beleférne. Ah! Szarnak. Valami borlom. Látom. Szoros. 100 méter. Akkor visszamegyünk így. Nem. Nem találom azt a helyet. Lassan. Kifogyok vízből, megint vízből. Látnák valami lépcsőt, korlátot, a fénylőrudat. Fölfölös szeretnék látni, de nem látok föl. Fal mindenütt. Menj le! Hogy állunk? 100. Oké. Okay. Kilesünk. Jó volna, ha világos lenne. Francba be... Közben jött egy hóvihar, és még annyit se látok, mint eddig. Már olyan sziklafal van itt, hogy azon föl se jutok.
Már visszafele megyek. Na még teszünk erre még egy próbát. Ha nem, akkor ráhagyom. De hölgy, ez mindig nagyon elbújik előlem. Ezt nehezebb bírom megtalálni. Legalább valami jelzés lenne. Küldj egy jelet! Ne villámot! Jelet! Hello, drága! Elakadt a jéghegybe? Én sem szoktam. Próbálok nem megütni. Jéghegy hátán, jéghegy. Ezek a jégtáblákról még ki lehet ugrálni, de... Mindjárt meg kell ülni. Kérdés, hogy a pálya széle meddig tart. Az óra mégse. Jó, visszamegyünk. Ezt következő részre hagyjuk. Ha még egy kis idő, megpróbálom a zinányító szobát fölépíteni és megmutatni, hát ha az az egy kicsit jobb jobb lesz. Illetve van elég nyersanyagom hozzá. Mit vettünk még föl? Üvegtetőt. Akváriumba kell halakat vigyek. Ja, ja, ja. Az óriás akváriumom. Bánát nem viszünk bele. Hát döcögünk vissza szépen. Kell. Most vagyunk 1000 méternél. Egyébként. Micsoda a villámcsapások. Jézusom, lesz valahol pedig. Nem merem fogadni, hogy... Közel sincs 1000 méter az, amit ő mond. Ha itt már krokodilok vannak. Ez már jobban tetszik, ha veszélyes állatok onnan, akkor már közel járok valamihez.
Jaj, anyám. Nem egy bejárat, vagy ahhoz hasonló dolog. Elóka. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Veszélyes időjárás közelít. Köszi. Jaj, bocsi. Ráugrottam szegényre. Úszkálnak a krokodilok, úgyhogy nem lehetek messze. Jó. Visszakúszunk bázisunkra, megnézzük azt az irányító szobát, valahova. Biztos, hogy fogom tudni lerakni. Hogy oda, hova akartam, száraz dokkot, lehet, hogy kiveszem azt az elemet, és rakok helyett egy négyeset, és elhágazásút, és akkor oda. Berakni az irányító szobát. Remélhetőleg bírni fogja a stabilitást. Jó, iszunk. Halacskák. Hello. Aztán nekem valamit? Nem, most nem hozott. Ja, ennyi mindenem van már, hogy beszakadt a játék a közelérek. Az jó. Teljesen jó napelemet. Nem. Nem ideg. Jó. Tehát akkor adat megcsináltuk, csak a hölgyet nem találtuk meg. És az építő... Mit hoztál, drága? Köszi, aranyos vagy. Duki vagy. Ez helyett. Kös. És. Ilyen díjalakú szakaszt bontása. És ez helyett egy X alakút. Így, és akkor ide pedig a irányító szoba. Ugye, azt mondtuk, az az úgy, hogy több célú. Nem, ez az. Ez. Fejlett kábelkészlet, titán és üveg. Aha, ez az. Hihetetlen. Három titán vannak. Függetlenül
Jó, akkor titán, élet kábel, jó. Jó, és akkor ott lesz, erre felállt. Jó, az úgy jó lesz. Titán. Mi volt a harmadik? Beg. Aha, az meg úgy van, hogy istály. És akkor bántal. Ja, meg ólom. Elfelejtettem. Ólom. Szománcozott üveg. Igen. Ez megvan, és a kábelkészletből a fejlethez, számítógép chiphez, arany részvezeti. Arany. A robot részvezet. Seek fluid intake. Ah, ez a víz. Vital signs stabilizing. Stabilizing. Igen. És... És... Azt elrotottam az sima üvegkel. Én meg zománcozott üveget csináltam. Ó, de ügyes vagyok. Oké. Okay. Sima üveg. Oh, oké. Okay. Jó. Legyen. Tetszik mondani. Előre fel tudom építeni. Nem, persze. In the control room, you can change base lighting and colors, rename your base, and see information about power and structural integrity. But not the integrity of societal power structures. Szerkezeti integritás. Energia állapot. Nagyon jó. 64. Láttam színezni az egész bázist. Ezek semmik. Azoknak mínuszos az integritásuk. Ja, hogy tudom mozgatni. Aha. Aha, tudom mozgatni a kis térképet. Jó, oké, nem kell már, elég lesz. Jó, hát eléggé szarul állok integritással. Legalább ezt megtudtam. Nos. Ilyen falakat innen rakom. Idő.
Igen, ezekre nem lehet lerakni, mert ezek üvegből vannak. Miért tűntél innen ez az ajtó? Ez is. Ajaj. Érdekes. Érdekes összekötetéseket leszette róla. Ott maradt a levegőbe a képek. Az miért kapcsolta szét? Ezeket az épületeket teljesen szétkapcsolt az irányító szobába, valamit elnyomtam. Oké. Mosogta vissza. Aha, tehát nem volt jó az integritásom, és ezért leszette, hogy stabilizálja az épületet. De jó. És visszaraktam, vagyis raktam le megerősítést, visszarakta. Szuper. Ez király. Ha, vissza is rakta. Jó. Hát akkor ezt is tudjuk. Az irányító szoba képes. Lítium. Bocsánat, lítium. Erősítés kell neki. Hát akkor ezt is tudjuk, hogy ez mit művel. Micsoda? Oké. Jó. Hát ez jó pofa. Jó, hát visszamegyek a kezdőszobába. Csak akkor köszönöm szépen a figyelmeteket. Jövünk vissza hamarosan. Folytatódik a történet. Illetve nézzétek a többi sorozatot, folyik most már a Mad Max, így vége lett a Conan Exiles Savage Wide sorozatnak, de esetleg nem láttad, akkor nézd meg azt is. Jó pár videó sorozat, tutoriálok, Wilder videók, tippek, trükkök sorozat, sok minden van most már a csatornán. Köszönöm szépen a figyelmedet, Csőzélek voltam, ne felejts el feliratkozni, köszönöm szépen, hogy végignézted a videómat. Jó játékot mindenkinek, sziasztok!